Megújult járda, 690 méteren javították ki a gyalogos útszakaszt a Kert utcán. Fix kamerák az utakon, még nem működik a Nyíregyházára telepített rendszer. A nők elleni erőszak világnapja, önkéntesek segítettek az anyagyermek otthonban. Ez a Nyíregyházi Televízió híradója, jó estét kívánok! 690 méter felújított járdaszakaszt adtak át a Kert utcán. A gyalogút helyreállítása része volt annak a programnak, amelynek során Nyíregyháza önkormányzata saját forrásaiból 9 helyszínen, közel 3100 méteren, összesen 120 millió forintból végzett járdajavítási munkálatokat. A Kert utca, Maláta utca és a Szent István utca közötti járdaszakaszt is felújította a Nyírvévé Nonprofit Kft. Ezen a területen már időszerű volt a gyalogút helyreállítása, hiszen a régi elhasználódott, így az már nem volt biztonságos. Nagyon fontos a lakosság számára, hogy ez a járdaszakasz megújult, hisz ez a járdaszakasz, a Szent István utca és a Maláta utca közötti rész, ez egy igen forgalmas járdaszakasz, és ez már tönkrement, tehát nagyon szükség volt arra, hogy megújuljon. És 690 méter hosszan, másfél méter szélességben újult meg ez a járdaszakasz, és én azt gondolom, itt lakók számára egy óriási öröm, hogy nem csak az, hogy esztétikai szempontból ez egy szép járda lett, hanem biztonságosság szempontjából, hiszen jön a tél, és azért csúszóság szempontjából egy stabil, egy egyenletes járda, az mindenképpen fontos a lakosság számára. A szakasz felújítását a Nyírvévé Nonprofit Kft. Önkormányzati támogatásból valósította meg. 33 köbméter aszfalt felhasználásával készítettük el az aszfaltozási munkát, illetve készült el a járda. Ez 21,4 millió forintba került, amely önkormányzati forrásból valósult meg. A 690 méteres szakasznak a városrész lakói nagyon örülnek. Túloldalon rengeteg közlekedő ember volt, ezen a szakaszon viszont tehát nem lehetett egyértelműen az ez oldalon közlekedő tömegközlekedést igénybe venni, mert tehát nem volt megközelíthető, csak úgy, hogyha többesebben szabálytalanul az keltek át a gyalogosok. Most jelen pillanatban ezzel a szakaszon egyrészt az, hogy könnyen, gyalogosan megközelíthető a városnak az egyik pontja, sima járda útfelületen egészen a másik kereszteződési pontig, ahol fontos közlekedési csomópontok vannak, tömegközlekedési eszközök. Ez kellett, szükséges volt, nem felesleges, igenis szükséges volt számunkra. Nyíregyházán az utóbbi időben nem csupán a Kert utcán zajlottak járdafelújítási munkálatok, hanem összesen 9 helyszínen, többek között a belvárosban, az Érkertben és az Örökösföldön újultak meg gyalogutak. Egy helyen, a 4-es Huszárok útján pedig egy teljesen új, 571 méteres járdát alakítanak ki a munkások. Egyelőre nem működik Nyíregyházán az utakra telepített kamerarendszer. A város több pontján felállították a fix telepítésű közlekedési ellenőrző pontokat, amelyekkel a gépjárművek sebessége mellett figyelik többek között a biztonsági öv használatát, a behajtási tilalom megszegését és a záróvonal átlépését is. Az éles üzemeltetés időpontjáról a rendőrség tájékoztatja majd a közlekedőket. Fix telepítésű közlekedési ellenőrzőpont Nyíregyházán a Pazonyi úton. Ez a VÉDA elnevezésű közúti kamerahálózat egyik berendezése. Az Országos Rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint Magyarországon 132 közúti helyszínen 365 darab kamerát helyeznek ki. Az ország több pontján zajlik a műszaki berendezések telepítésének munkálata, de a felszerelt kamerák egyenlőre nem működnek. Nyíregyházán három helyszínen, a Pazonyi úton, a László utca, Hunyadi utca kereszteződésében és az Orosi úton szerelték fel a fix közlekedési ellenőrzőpontokat. Az eszköztelepítési helyszínek egyelőre 14 megyében, valamint a fővárosi autópálya szakaszokon tekinthetők véglegesnek, ezek között Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nem szerepel. Az éles üzemeltetés megkezdésének időpontjáról a rendőrség tájékoztatja majd a közlekedőket. A joghatással járó mérések megkezdése előtt pedig közzéteszik az ellenőrzési pontok listáját a police.hu weboldalon. A fix telepítésű közlekedési ellenőrzőpontokon lévő kamerákkal nem csak a gépjárművek sebességét mérik majd, figyelik többek között a biztonsági öv használatát, a behajtási tilalom megszegését, a kötelező haladási irányra vonatkozó előírások betartását és a záróvonal átlépését. De a berendezés alkalmas például rendszámfelismerésre és forgalomszámlálásra is.
A Véda közúti intelligens kamerahálózatról az érdeklődők a rendőrség weboldalán tájékozódhatnak. Többszörös véradókat köszöntöttek Nyíregyházán. A Magyar Vöröskereszt minden évben a véradók napján mond köszönetet azoknak a donoroknak, akik önzetlenül segítenek társaikon. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében az elmúlt évben 1000 helyszínen szerveztek véradást, 4500 új véradó jelentkezett. A Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár Bereg megyei szervezete minden évben háláját fejezi ki azoknak, akik rendszeresen vérükkel segítik munkájukat. A véradók napját 1988-tól ünneplik november 27-én annak tiszteletére, hogy Magyarországon 1954-ben először adományoztak elismerést a segítő szándékú embereknek. Nagyon fontos megemlékezni róluk, mert azt gondolom, hogy ápolni kell azt a fajta érzést, és támogatni kell, hogy ők önzetlenül segítenek másoknak. Valamivel nekünk is hozzá kell járulni ahhoz, hogy az elismerést a társadalom részéről és a szervezők részéről megkapják. Én azt hiszem, hogy a véradás, a véradományként való juttatása az ismeretlen betegember számára az egyik legszebb adományozási forma, adakozási forma, és aki erre képes, hogy ennyire önzetlenül és ennyire ismeretlenül a saját teste egy részét adja másoknak, azt gondolom, hogy ő minden elismerést megérdemel. Vérre az egészségügyi intézményekben az év minden szakában szükség van. A Magyar Vöröskereszt rendszeresen szervez levételeket a megyében, tavaly közel 1000 helyszínen segíthettek a felajánlók. Az agyvért és ments meg három életet felhívásra az elmúlt évben 4500 új véradó jelentkezett. Ezekből az adományokból azonban soha nem lehet elég. Alapszakmámból kifolyólag nagyon sok olyan esettel találkoztam, amikor bizony nagyon sok vérre volt szükség szülészeti események kapcsán, de akár balesetes traumatológia, vagy ugye a műtétes megoldások, tehát műtéti megoldásoknál is nagyon nagy szükség van a vérre. Azt gondolom, hogy fejet kell hajtsunk, én is, mint orvos, mint kórházvezető fejet kell hajtsuk azon emberek előtt, és most őket ünnepeljük tulajdonképpen ez a mai napon, akik önzetlenül belőlük áradó szeretet talaján önkéntesen adnak vért. Az elmúlt évben is nagyon nagy mennyiségű vért használtunk föl, és én úgy szoktam fogalmazni, és úgy fogalmaztam, hogy akik itt adnak vért, azok a mi kollégáink, hisz az életmentésbe segítettek nekünk. Nélkülük nem tudtuk volna ezt elvégezni. Az ünnepségen köszöntötték azokat, akik 50-nél is többször jelentkeztek már donornak, de jutalmazták azokat a munkahelyi közösségeket is, ahonnan a legtöbben mentek el véradásra. 15 fő kiváló szervező munkájáért kapott elismerést, és kiosztották a Provita, az életért elnevezésű díjat is. Bogacsovics Mátyás, záhonyi donor, rendszeres segítéséért részesült a kitüntetésben. Az én vérem átömlesztésbe, gyógyszerre, mindenre. Amíg adtatok vért, én adni fogok. Vért minden egészséges, 18. életévét betöltött ember adhat, aki több mint 50 kiló, nem szed gyógyszert és nincs friss testékszere vagy tetoválása. Vért adni folyamatosan érdemes, hiszen a donor ezzel saját egészségét is szolgálja. Ha nincs kampányjellegű vérodás, akkor is lehet az országos vérellátó helyiségeiben segíteni másokon. Revicki Imrére emlékeztek ma Nyíregyházán. A vezér őrnagynak több ezer zsidó köszönheti életét, neve a humanizmus és a segítőkészség szimbólumává vált. Az utókor egy igaz ember, a népek jámboraként említi. Revicki Imre születése 119. és a holokauszt 71. évfordulója alkalmából a volt hadkiegészítő parancsnokság falán elhelyezett emléktáblánál megemlékezést tartottak. Revicki Imre akkor is ott volt, amikor a legnehezebb volt embernek maradni. A posztumusz vezérőr nagy az első világháborúban részt vett az Isonzó és a Dober-Dómenti csatákban, az 1918-as összeomlás Kassán érte, és egy maroknyi különítménnyel próbálta megakadályozni a csemek szállók előrenyomulását. 1939-ben Lengyelország német megszállása idején segítette a Magyarországra menekülő lengyelek ellátását. Amikor 18 ezer hontalan zsidót deportáltak Galíciába, Revicki összeköttetéseit kihasználva mentette az embereket.
Revicki Imre Nyíregyházán 1942 és 43 között a Damjanics laktanya parancsnoka volt, 1946 és 49 között pedig Nyíregyházán a hat kiegészítő parancsnokságot vezette. Az utókor egy igaz ember a népek jámboraként említi. A vezérőrnagy születésének 119. évfordulója tiszteletére és a holokauszt 71. évfordulója alkalmából a Nyíri Honvéd Egyesület, valamint a Magyar Honvédség 6 kiegészítő és központi nyilvántartó parancsnokság és a 6. katonai igazgatási és érdekvédelmi iroda megemlékezést szervezett. Hitű katolikus ember volt, végezte a munkáját és megtette azt az akkori közigazgatási rendszeren belül, amit meg lehetett tenni, és mentett meg emberi életeket, és hát a szeretet parancsát, a felebaráti szeretet parancsát érvényesítette, arról nem is beszélve, hogy a nem lop, ne lop parancsnak is eleget tett. Tehát ezek általános isteni parancsok, de egyben emberi értékeket kikristályosodó parancsokat tette magáévá, és ezáltal írta be nevét Szabolcs megye, Szatmár megye, Nyíregyháza történetébe, és ma szerte a világon ismerik ezt az embert, tisztelik és becsülik. A megemlékezés résztvevői Revicki Imre emléke előtt Nyíregyházán a volt hat kiegészítő parancsnokság épülete falán elhelyezett táblánál tisztelektek, majd elhelyezték az emlékezés virágait. Ma van a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja. A Nyíregyházi Anyagyermek Segítő Otthonban ma önkéntes napot tartottak, hogy segítsék a családon belüli erőszak elől elmenekült édesanyákat és gyermekeiket. Mindjárt jönnek a részletek, előtte azonban nézzük a nap további híreit. Három gépkocsi ment egymásnak kedden késő délután a Rákóczi utca, Zágráb utca kereszteződésében. Egy személyautó a Tokaji út felől érkezett a Rákóczi útra és be akart fordulni a Zágráb utcába. Mivel szemben haladt a forgalom, megállt. Ezt a mögötte haladó haszonjármű vezetője időben észrevette és fékezett, de a mögöttük közlekedő terepjáró sofőrje már nem, és belement az előtte álló gépkocsi sorba. A balesetben senki nem sérült meg, de jelentős anyagi kár keletkezett. Gyalogost gázolt egy személyautó kedden este a Debreceni út Szilfa utca kereszteződésében. Egy nő a kijelölt gyalogárt kelőhelyen ment át a túloldalba, amikor az autó elütötte. A gyalogos megsérült, a mentők kórházba vitték. Személygépkocsi és kis teherautó ütközött össze kedden délután a 4-es számú főúton a 271-es kilométernél Nyíregyháza határában. A balesetben mindkét jármű vezetője megsérült. A személyautó sofőrje a roncsok közé szorult, ők a nyíregyházi hivatásos tűzoltók feszítővágó berendezés segítségével szabadították ki. A tűzoltók a járműveket áramtalanították és megszüntették a forgalmi akadályt. Baleset történt kedden késő este a Sóstóhegyi vasúti átjárónál, Libabokornál. Egy személyautó Sóstóhegy felé tartott, de a vezető az átjáró előtt eddig tisztázatlan okból áttért a szemközti sávba. Neki ment a szalagkorlátnak, majd a fényjelző berendezésnek ütközött. A fényjelző készülék meghibásodott, azt a MÁV szakemberei szerda délutánra állították helyre. A Nyírfa áruházhoz riasztották ma reggel a nyíregyházi tűzoltókat, mert észlelték, hogy megszólalt a tűzriasztó. Mivel az áruház még nem volt nyitva, értesítették a biztonsági szolgálatot. A helyszínre kiérkezett tűzoltók megállapították, hogy tűzeset nem történt, csupán a füstérzékelő jelzett. A nők elleni erőszak világnapján önkéntes napot tartottak Nyíregyházán a Magyar Vöröskereszt Anyagyermek Segítő Otthonában. Az otthoni bántalmazás elől elmenekült édesanyákat a szakemberek tanácsokkal látták el, hogyan dolgozzák fel magukban a traumát, milyen jogi lépésekre van lehetőségük és miként kezdhetnek új életet. Az otthonban élő gyerekeknek az önkéntesek szórakoztató programokat szerveztek. Szoba a Vöröskereszt Nyíregyházi Anyagyermek Segítő Otthonában. Édesanya és kislánya lakik itt. Azt kérte, nem mutassuk őket, mert így lehetnek biztonságban. Otthon félelemben éltek, fél évvel ezelőtt az erőszak elől menekültek el. Családi ház, jó körülmények voltak, mindene megvolt a gyermeknek, és a bántalmazás és a szexuális aberráció, ami a férjemet az alkohol váltja ki, az ellen menekültünk el. A mindennapos verés, a mindennapos
terrorizálás, a elszigetelés, nem beszélhetünk emberekkel, nem mehetek ki az utcára, egy boltba nem mehettem el, mert akkor már valahova máshova megyek. Szóval ez a féltékenységi rohamai, hogy egyszerűen már elviselni nem lehetett. Amellé ugye társult az, hogy a bántalmazás mellé még utána egy szexuális aktust is végre kellett hajtani ahhoz, hogy ne ordibáljon, ne verekedjen, és továbbra ne üssön. A nyíregyházi anyagyermek segítő otthonban jelenleg 26-an élnek, de épp ma is vártak egy kétgyermekes édesanyát, aki a családon belüli erőszak elől keres menedéket. A nemzetközi nap a nők elleni erőszak megszüntetéséért világnap alkalmából az otthonban önkéntes napot szerveztek, hogy felhívják a figyelmet az erőszakmentes életre. A bántalmazott nők számára beszélgetéseket szerveztek, amelyből az anyagyermek otthon lakói megtudhatták, hogy az áldozatok hogyan tehetnek feljelentést, a bántalmazást miként tudják bizonyítani, milyen jogi segítséget kaphatnak, és ők és gyermekeik hogyan dolgozhatják fel az őket ért traumákat. A bántalmazott édesanyákat pszichológus is segíti. Tud segíteni nyilvánvalóan a bekerülő anyáknak azoknak a traumáknak a feldolgozásában, amin ők keresztül estek, illetve tud segíteni hosszú távon azokban a kérdésekben is, amikor arról van szó, hogy bizonytalan valamilyen döntési helyzetben az édesanya, vagy akár a gyerek. A gyerekeknek tud segíteni mind itt az otthonba való beilleszkedési problémákban, tud az iskolába, óvodában segíteni, hiszen egy új közegbe kerülnek, illetve az anya-gyerek kapcsolat erősítésében is számtalan feladata van. Az anya-gyermek otthonban az önkéntesek a gyerekeknek játékos, szórakoztató programokat szerveztek. Ismét megrendezik a Mikulás futást, a nagy hagyománnyal rendelkező programra várják a szervezőket a Városi Stadionba. Csütörtökön nemzetközi röplabda mérkőzés helyszíne lesz a BEM iskola torna csarnoka. A Fátum Nyíregyháza egy szerb együttes ellen lép pályára. Jönnek a sporthírek. A női röplabda Challenge kupában a Stara Pazova érkezik Nyíregyházára. Az első találkozót a szerbek nyerték 3-1-re, így amennyiben 3-0-ra vagy 3-1-re győznek a nyírségiek, aranyszed dönt a továbbjutásról. Annak ellenére, hogy a bajnokságban nem úgy szerepel a társaság, ahogy elvárnánk, de én azt gondolom, hogy a nemzetközi kupa az egy teljesen más szintér. Én úgy érzem, hogy át fogják érezni a játékosok is a nemzetközi mérkőzésnek a súlyát. Nagy felhajtást próbálunk csinálni a mérkőzés köré, természetesen tévéközvetítés lesz, élőadásban fogják közvetíteni a mérkőzést, úgyhogy egy röplabda ünnepet szeretnénk, és hát nyilván egy győzelemmel szeretnénk ezt meghálálni a kilátogató nézőknek. A nyíregyháziaknál mindenki egészséges, ennek ellenére elképzelhető, hogy változtat az első mérkőzés kezdőjén a szakmai stáb. A találkozó csütörtökön 17 órától kezdődik a BEM iskolában. Ismét megrendezik a Városi Stadionban a hagyományos OTP Bank Mikulás futást. Az eseményen számos programmal várja majd a szervező nyíregyházi sportcentrum az érdeklődőket. Lesz tánc, tombola és Mikulás Express, azaz egy kis vonat szállítja majd a gyerekeket. A futókra 400 méteres táv vár különböző kategóriákban. Nagyon sok olyan rendezvényünk van, ahova a családok érkeznek, nem külön szülők vagy nem külön gyerekek, és igyekszünk egyébként még a felnőtt mérkőzéseinken is most már olyan akciókat meghirdetni, ahol főleg a sportcentrum családba tartozó sportolók, szüleik együtt tudnak érkezni. Ez is egy olyan rendezvény, a családokat várjuk valóban. Mi jobb lehet annál, mint december első igazi hétvégéjén. Remélem, hogy még egy kis hóesés is lesz, bár ez már idillikus, de családdal együtt kijönni és futni, mozogni egy picit, majd haza lehet menni, pihenni, meg minden más csinálni, tévézni. Én azt hiszem, hogy az ember még a saját lelkiismeretét is megnyugtatja ilyenkor, hogy jó, legalább mozogtam, úgyhogy már csak ezért is mindenkit szeretettel várunk. A leggyorsabb futók érmeket kapnak, a tombola sorsoláson pedig bárki nyerhet. A Mikulás futás december 5-én 10 órakor kezdődik. Híradónk végén nézzük főbb híreinket, még egyszer néhány mondatban. 690 méter felújított járdaszakaszt adtak át a Kert utcán. A gyalogút helyreállítása része volt annak a programnak, amelynek során Nyíregyháza önkormányzata saját forrásaiból 9 helyszínen, közel 3100 méteren, összesen 120 millió forintból végzett járdajavítási munkálatokat.
Egyelőre nem működik Nyíregyházán az utakra telepített kamerarendszer. A város több pontján felállították a fix telepítésű közlekedési ellenőrző pontokat, amelyekkel a gépjárművek sebessége mellett figyelik többek között a biztonsági öv használatát, a behajtási tilalom megszegését és a záróvonal átlépését is. Az éles üzemeltetés időpontjáról a rendőrség tájékoztatja majd a közlekedőket. A nők elleni erőszak világnapján önkéntes napot tartottak Nyíregyházán a Magyar Vöröskereszt anyagyermek segítő otthonában. Az otthoni bántalmazás elől elmenekült édesanyákat a szakemberek tanácsokkal látták el, hogyan dolgozzák fel magukban a traumát, milyen jogi lépésekre van lehetőségük, és miként kezdhetnek új életet. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták. Nem sokára jön az időjárás jelentés, a legfrissebb információkkal pedig csütörtökön este várjuk majd Önöket ismét. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!